Kovács Klaudia, az Arany János Tehetséggondozó Program 9-es tanulója a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Nevéhez könnyű és népzenei versenygyőzelmek, valamint futballsikerek köthetőek. Több zenekarban énekel, valamint a Zete Futballklubban focizik, igazi vezéregyéniség pályán, osztályközösségben és koncerten. Ez az egész dolog még az általános iskolában kezdődött, ahol Fischer Ferencné és Horváth Ildikó az énektanárjaim mondták, hogy jó lenne, hogyha járnék énekkarba, hiszen látnak bennem tehetséget, ugyanúgy, ahogy a nővéreimben is, hiszen ők is, és édesapám is énekes és zenész. Az iskolában az énekkarral énekelgettem, aztán később az jeles alkalmakkor már szólóban kezdtem el fellépni. Szóval még nem végeztem el a 8 általánost, amikor először adott egy olyan alkalom, hogy el kellett menni egész éjszakára fellépni édesapámmal, aki a billentyűs és az énekes a zenekarban, és én pedig az énekesnő. Két rockzenekarban voltam, illetve most egy retro zenekarban, ami Domino néven fut, és a családi együttesben éneklem, ami Horizont zenekar. Mi volt az eddigi legnagyobb sikered az éneklés terén? A legnagyobb az volt, amikor a Pécsi Művészeti Fesztiválon kb. 300 diák mellett kellett fellépnem, és az ének kategória legjobbjának választottak ki. Még ez is az általános iskolában kezdődött, 14 éves koromban lettem először igazolt, Nagypáli U17-es csapatában ügyeskedtem. Majd amint a ZTFC női csapata megalakult, átigazoltam oda, és ott, mint belső hátvéd, lépek pályára. Itt a gimnáziumban is van lehetőségem bemutatni a női labdarúgó tudásomat. Legjobb eredményünk az volt, amikor az Országos Coca-Cola kupára kijutottunk, ahova a 20 legjobb csapat indulhatott, és ott a 8. helyezést értük el, ami mondhatni nagyon jó eredmény. Úgy gondolom, hogy sem a foci, sem pedig az éneklés nem biztos háttér arra, hogy én abból éljek meg, ezért egy teljesen más ágra szeretnék menni, ez a fogtechnikusi állás, ami nyugi és megbízható, és érdekes. Sokan felteszik azt a kérdést, hogy nem sok ezt így vinni 16 évesen. Nem könnyű, de nem panaszkodom, hiszen mind a két dolgot csak úgy lehet végezni, hogyha szívvel lélekkel csináljuk. És én ezt így végzem, szeretem csinálni, ezt mind a két hobbi közel áll hozzám, ezért azt mondom, hogy én még elbírok ezzel a helyzettel.